A 12. alkalommal életre hívott tanácskozást az Espoo-i Magyar Társaság, Espoo Városa, valamint Idegenforgalmi Cége, a Finn Település Szövetség, a Finn Magyar Társaság, magyar részről pedig Esztergom Városa és az ott működő Magyar Finn Baráti Kör, a Városok Baráti Társaságai, valamint az érintett nagykövetségek szervezték. 2-3 évet szokott Róth Péter elmondta, a konferencián szó volt a két országban ezekben az években zajló közigazgatási reformok összehasonlításáról is. A fehérvári delegáció a konferenciát követően finn testvérvárosunkba, Kemibe is ellátogatott. A két város kapcsolata az 1950-es évekre nyúlik vissza. A delegáció ellátogatott a Kemi-Tornio régióban működő Digipolisba és a vele szoros kapcsolatban álló egyetemre is. Egy inkubátorház és ipari park elegye, és ezentúl itt működik a maga az egyetem is, a Kemi-Torniói Egyetem, amely szorosan együttműködve és rugalmasan változva a helyi gazdaság igényeihez képes szakembereket. Ez Székesfehérvár számára is jó példa lehet, tette hozzá az alpolgármester. Az önkormányzatunknak nagyon komoly tervei vannak. Iszka Szentgyörgynek 1944 óta van finn kapcsolata, amikor Budapest bombázásakor az Iszka Szentgyörgyi kastélyba költözött a követség. Ezt elevenítették fel 2007-ben, amikor Jari Vilen finn a nagykövet először ellátogatott Iszka Szentgyörgyre. Az egy óriási kezdő lépés lesz, hogy szeptember 5-én a finn köztársaság elnök Iszka Szentgyörgyre látogat, mert ez egy akkora nyilvánosságot biztosít az Iszka Szentgyörgyi kastélynak, ami a reménységünk szerint lehetőséget teremt arra, hogy olyan partnereket találjunk, akik látnak fantáziát a kastély hasznosításában. Gál Attila az Európai Identitás és EU-s projektek témában egy sikeres magyar példát is ismertetett a konferencián.